Williams Televízió. A Kis Sándor Művelődési Házban már hagyomány, hogy húsvét előtt kézműves foglalkozással várják a kicsiket és a nagyokat. A korosztályhoz nem kötött családi rendezvény kiválóan alkalmas a lélekben történő ráhangolódásra és a közös készülődésre is. Idén abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem is egy kézműves foglalkozás lesz, hiszen nálunk működik a Kenderes Hagyományőrző Egyesület, és ők is fognak tartani egy kézműves foglalkozást, méghozzá húsvét vasárnapján. Ez a kézműves foglalkozás a honismereti gyűjteményben, a Kenderesnek a kis kuckójában lesz. Azért ezzel kezdem, mert ugye ez még előttünk van, oda el tudnak látogatni, másrészt pedig azért, mert ott abszolút a hagyományokra épülő kézműves foglalkozás lesz, tehát a hagyományos tojásfestési technikákkal ismerkednek, vesszőfonással. De ezzel szemben most mi itt egy teljesen más jellegű kézműves foglalkozást ötöltünk ki. Nekünk ilyenkor mindig az a lényeg, hogy minél kreatívabb, minél eredetibb ötleteket összeszedjünk, és ezeket készítsük el a gyerekekkel, szülőkkel válvetve. Két virágkötőnk is van. Igyekszünk, hogy amit készítünk, annak a nagy részét a természet lágy ölén szerezzük be, tehát hogy olyan tárgyakat találjunk ki, amik nem költségesek, sokkal inkább arról szólnak, hogy mennyire kreatív az, aki bánik ezekkel a többnyire természetes anyagokkal. Egy bevett szokás, hogy mi húsvét előtt így készülődünk. Azt remélem, hogy ez úgy lélekben is ráhangol az ünnepre, megteremti azokat a külsőségeket, amik ünnepivé teszik a környezetünket. Nagyon helyes kis ajándéktárgyakat készítünk, és hát az a különösen jó, hogy nem korosztályhoz kötött, hanem gyerekek, felnőttek, ez egy családi rendezvény, mindenki közösen tud dolgozni.